Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Új busszal lettek gazdagabbak a nagymányoki lövészek. Játszótér, konditerem, vízelvezető rendszer is épül Izményben. A népviseletek tündököltek a tündérkertben kismányokon. A hagyományőrző népviseleté a főszerep a nagymányoki traktagon. Horgászünnep a várajai parkerdőben. Nagymányokon a Városi Sportlövész Egyesület szervezett rendezvényt, melynek az adta az apropóját, hogy a közösség egy pályázati forrásból egy kis busz vásárolt. A közös főzéssel egybekötött átadó ünnepségre más egyesületek is érkeztek, így egyszerre több bográcsban készült az ebéd. Gyújtják a gázlángot, kockázzák a húst a piac téren. A nagymányoki lőegylet volt a házigazdája a múlt szombati rendezvénynek, ahova a város civil szervezetei kaptak meghívást, hogy egy jókedvű, közös főzéssel ünnepeljék meg a tavasz közelettét. A résztvevők már az elején elárulták, hogy mi a nagymányokiak titka. Paprika, paradicsom, kis husika, kis köménymag, és ez az, meg a jókedv nyilván. Karl Béra, nagymányok polgármestere hívta össze a helyieket, őt kérdeztük a rendezvényről. Egy olyan szabad, kötetlen esemény, ahol lehet végre beszélgetni. Némi kis műsor a délután, a saját hóvozerekünk is, még néhány vendégzenekar kis koncerteket ad. Főzünk, eszünk, iszunk, beszélgetünk. Úgy szerveztem, hogy a lőegyletnek is a közgyűlése ma volt. Mi is részt veszünk, szintén beszélgetünk. Sok fegyvermániás, hogy finoman fejezem ki magam, elhoztam megmutatni, hogy milyen van. Az asztalokra kipakolt arzenálban voltak pisztolyok, revolverek, puskák és golyószórók is, de a beszélgetésen és a főzésen volt igazán a hangsúly. A nagymányoki székelykör egyesület tagjai voltak a legfürgébbek, sertéscombot kockáztak és csombor is került a bográcsba. Hogy milyen étel alapanyagaival érkeztek, talán nem nehéz kitalálni. Székelykáposzta. Igen. És azok az első lépések, hogy bezsírozzák a tálat? Hát, hogy ma pirítás lesz. Hagyma dísztelünk, és úgy rakjuk oda a csülköt, a lábokat, mert az lesz beletéve a székelykáposztába, és utána lesz a káposzta, meg a paraszthús, a combhús utoljára. Mi a titka annak, hogy hogyan kell vágni a húst, hogy jó legyen? Hát mindenki másképp csinálja, mert mi azt mondjuk, hogy most már kisebbre, mert a műfogok tudják, hogy rá. Öregek nem tudják rárágni. Csak nyelni kell. Van-e valami olyan titok, amit a többieknek semmiképpen sem árulhatunk el? Hát én nem tudom. Titok nincs. Annak titok, hogy mi székelyek másképp főzünk, a itteni németek másképp főznek. És az miben? Hát minden háznál más a szokás, és így van. Mi így szoktuk. Uh-huh. De biztos van valami egy olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy a székelykáposzta azért székelyes, mert... Csombor van benne. Csombor. Megkérdeztem, a boltokban borsika fű néven kapható csombor, tehát nélkülözhetetlen fűszere a székelykáposztának. A lövészek számára pedig most egy kis busz lesz nélkülözhetetlen. Erről kérdeztem Karl Bérát, aki ezen az eseményen két minőségben volt jelen. Én is a fegyvermániások közé tartozom. Sportlövész Egyesület, Dinamikus Sportlövész Egyesület, őket vezetem, tehát kvázi mind egyesületi elnök is jelen vagyok, és hát a városnak még én vagyok a gazdája két évig talán, és hát szeretném, hogyha ebbe a két évben még az emberek jól éreznék magukat. Sokat kellett várni arra, hogy ezt az autót megvegyék? Hát igazából azt hiszem kétszer pályáztunk, a második körön is tartalék listára kerültünk, és hát akkor végre jött az értesítés, hogy kaptunk 5 milliót, és nem lett 10 éves nyíl a busz, csak közben úgy fölmentek az árak, hogy majdnem nem sikerült szerezni egy ilyen járművet. Hála Isten véletlen kapcsán, de egy gyakorlatilag új autót tudtuk megvenni. A város és a lövészek első embere hozzátette, hogy ez a jármű nagyságrendekkel gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a sportlövészek életét. A Magyar Falu Program civil alapjából nyert az Egyesület 5 millió forintot, ebből vásárolták a kisbuszt, amelyet természetesen nagy becsben fognak tartani, hiszen a versenyek alkalmával és a mindennapokban is hatalmas segítség, hogy nem saját autóval kell közlekedniük. A helyi önkormányzat igyekszik minél lakhatóbbá tenni Izményt, ezért az elmúlt időszakban több fejlesztés is zajlott a településen. Járdaépítésen és az óvoda területének felújításán kívül egy konditerem létesítése is megvalósult, azonban a legnagyobb beruházást egyértelműen a vízelvezető csatorna fejlesztése jelentette.
Közel 110 millió forintból valósult meg az izményi vízelvezető csatorna fejlesztése a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül. A kivitelezésnek köszönhetően a bel- és esővízelvezetése is megoldódott a településen. Kelemen Ferenc, Izmény polgármestere elmondta, a vízelvezető csatorna kiépítésével a település egy régi problémája oldódott meg. A fejlesztésnek köszönhetően vízóraaknákat sikerült mentesíteni a belvíztől és az iszaptól. Legalább egy 30-40 évvel ezelőtt nem lett ez már kitisztítva, az az árokrendszer, és annyira felgyülem lett az iszap, hogy az ott azon a részen lévő lakóházak vízóra aknáit úgy lehetett leolvasni, hogyha kimerték előtte vizet, mert annyira feltelett és annyira elvizesedtek a házak, hogy ez a házaknak se volt jó. Sikerült ez a pályázatunk tavalyra, egy toppos pályázat keretében nyertünk 110 millió 270 ezer forintot, ha jól emlékszem, és akkor ez így most megvalósult, hogy eltűnt a víz a vízóraaknából, ezáltal fellélegeztek a házak is, a vízóraaknák is, és így most azért úgy gondolom, hogy ezzel a felújítással most még jobb lehet a helyzet, és akkor azok a házaknak az élettartamát egy kicsit meg tudjuk növelni. Hozzátette, a beépített szűrőknek köszönhetően a házak alatt felgyülemlett belvíz is bele tud folyni a csatornákba. Volt egy, mert itt van három darab hídunk ezen a szakaszon, Az egyik hidat sikerült, sőt, azt mondom, egy teljesen új hidat sikerült egyszer már, amikor elvitte a víz a hidunkat, akkor egy teljesen új hidat tudtunk csinálni a Viszmajor keretből. A másodikat föl tudtuk újítani, és a harmadikkal még nem tudtunk semmit kezdeni. Na most akkor ez a híd is, mert ez annyira tönkre volt már menve, hogy már nagy autókat nem mertem ráengedni, hogy átmenjenek rajta, mert szabályosan lehetett látni, hogy mozog a híd, és mondom, valamikor egy oda ott fog maradni. Na hál' Istennek nem marad benne semmi, de most ezzel a zárók pályázattal, ezzel most a legalsó híd is elnyerte most a megújított forma, sőt egy új hidat sikerült most csinálni, és ezáltal úgy gondolom, hogy most már csak magát az árkot kell karbantartani, de könnyebb lesz karbantartani, mint az előtt. Továbbá elmesélte, hogy sok településfejlesztési pályázatot benyújtottak, de az idei 14-ből csupán egy járt sikerrel. Ennek ellenére bizakodó, és reméli, előbb-utóbb mindenre jut majd finanszírozás. Az idei évben ebből a 13-14 az egyesületekkel együtt 14 pályázatból egyetlen pályázatunk lett pozitív, az egy járda felújítás, egy szakasz járda, hogy egyszer már nyertünk rá, de akkor 5 millióért lehetett anyagot venni, és akkor társadalmi munkába kellett megoldani magát a kivitelezést. Na most ezt az összeget most megduplázták, 10 millióig lehetett pályázni, hát mi ezt megtettük, pár forint ilyen 10 millióban, de most se kértünk munkabért, hanem mi magunk akarjuk megcsinálni, hogy ezáltal sokkal nagyobb területet tudunk megcsinálni ebből a közel 10 millió forintból, mintha kiadjuk egy vállalkozónak, és ővele csináltatjuk. Van egy összeszokott csapatunk, falugondok, meg én magam, mi ketten betonozunk, ketten térkövezünk, és a közmunkások meg segítenek, hozzák oda épp az uzalékot, hogy ami kell, és akkor így dolgozunk. Az is régi vágyam volt, hogy az Izmény aparról összekötni legalább egy 4 méteres mezőgazdasági úttal, aztán, hogyha sikerül, akkor azt lehetne bővíteni, szélesíteni. Most adtuk be egy-két hete a mostani pályázatunkat, ez most 308 milliót postál, úgyhogy de bízunk benne, hogy megnyerjük, és az önerőt majd utána hozzá megpróbáljuk összeszedni, mert ez sajnos önerős, 5%-os önerőt kell biztosítanunk, de mi vagy az aparral korzóciumban fogjuk megvalósítani terület arányosan, így megoszlik az összeg. Igaz, hogy nekünk 70%-unk van az útba, de ha nyerünk, akkor majd a pénzt is hozzá megtaláljuk, hogy az önerőt ki tudjuk finanszírozni. Az izményi beruházásoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik a település infrastruktúrája, ami vonzóbbá teheti a községet a fiatalabb korosztály számára. Megnyílt a tündérkert Kismányokon. Itt azonban nem a virágok nyílnak, hanem a néphagyomány él tovább. A kezdeményezés célja elsősorban az volt, hogy megmutassák a közönségnek a völgységben élő nemzetiségek viseleteit. Szilaj, a kismányoké a kedvelt pónilóval is csak csodálkozva figyelte, mi ez a sürgős forgás zsivalja a polgármesteri hivatal udvarán.
Idevalósiak és szomszédból érkezők töltötték meg a teret, és vásárfiát is vihettek a kézművesek termékeiből. A tündértkertbe érkezők jelentős része ezúttal népviseletbe öltözve érkezett, s mindezt be is mutatta a kíváncsiaknak, fűszerezve a népcsoportjára jellemző tánc lépéseivel. A látogatók között volt Pap Lajosné Anna néni, aki 99 évét meghazudtolóan énekelte el egy 12 éves ifjú pár nélkül maradásának történetét. Semmit 12 éves feles nem voltam, igyenesen házasodni indultam. 12 lány kitettem a számomra, mind a 12-nél volt jobban. Az elsőnek kicsiny voltam, s az volt baj. Másodiknak szőke voltam, s az volt baj. Hát a mai megfogalmazás szerint így pattintották le a tüzes legényt a lányok. Illés Tiborné a tündérkert ötletének kivitelezője arról mesélt, a népviselet napjához kapcsolódva méltóan tudnak ünnepelni. A körülöttünk lévő tájegységek viseleteit, zenéit és táncait megmutassuk, hogy mennyire különbözők vagyunk itt egymás mellett, akár sárköz, akár német táncok, német viseletek, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy azok, akik bemutatták, nagyon kedvesen, helyesen az otthonról hozott emlékeket is beleszőve mutatták be ezt az egész viseletet, vagy hát a viseleteket. Az volt a célunk, hogy megmutatjuk mindazokat a viseleteket, ami fellelhető, ami nekünk van, amit az emberek szívesen felhúznak, amit a táncházba szívesen hordanak, amivel egy fesztiválon fellépnek. Ez volt a célunk. A tündérkert piac már valamennyire ismert a völgységben, de további lehetőségeket hordoz arra, hogy minél többen ide látogassanak. A Kismányokon két nemzetiség van, ugye most már többségben vannak a székek, de ugye valamikor ezt a svábok alapították, ezt a települést, és hát azért itt bemutathatja minden népcsoport a kultúráját, táncait, énekeit, és egy közösségformáló szerepe van talán egy ilyen rendezvénynek. Úgy látom, hogy hál' Istennek, akiket megszólítottunk, minden jöttek, és van igény erre a fajta kultúrára is, nem csak a kommersz, és nem akarok rossz szót használni, mondjuk a gagyira, és úgy látom, hogy jól érzik magukat az emberek, és ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Én úgy gondolom, hogy a tündérkert piac már közszájon forog, tehát elég jól már be tudják határolni, hogy tündérkert piac, akkor Kismányok. Ha népviseletet is hozzátesszük, mert vannak, akik azért ismernek bennünket annyira, hogy tudják, hogy a bukovinai kultúrát már milyen régóta, évtizedek óta éljük, és mindent megteszünk azért, hogy a következő generáció is ebbe belenőjön, és vegye át tőlünk mindazokat az értékeket, és itt most a zenei a viselet, és nagyon igyekszünk arra, hogy a viseletünk is korhű legyen, tehát hogy ne csusszunk bele keveredésbe a viseletekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény és a látott viseletek mindenkiben jó érzést fognak hagyni, vagy aki csak a tévén keresztül nézi, akkor esetleg azt mondja, hogy ide legközelebb is eljövök. A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ 8. alkalommal hirdette meg a Magyarországi Német Népviselet Napját.
Ilyenkor az emberek a népi ruhadarabot vagy kiegészítőt kombinálják a hétköznapi viselettel, és azt hordják a traktág alkalmával. A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai sem tettek másképp. Idén is több német nemzetiségi intézmény csatlakozott a Trachtag eseményéhez. A nagymányoki diákközösség néphagyományőrző viseletben svábkörtáncokat lejtve ünnepelte a magyarországi német népviselet napját. A programsorozat végén májusfát állítottak, aminek díszítése külön öröm volt minden diák számára. Snecné Orbán Anita tanító, az iskola német munkaközösség vezetője elmesélte, hogy a kezdetek óta részt vesznek a Trachtag magyarországi hagyományőrző sorozatában. Valamint elmondta, hogy fontos szerepe van, hogy a diákok is tovább tudják adni ezt a népszokást. Úgyhogy igazából ez arról szól, hogy a népviseleteket összegyűjtsük, mindenki egy-egy népviseleti darabot húzzon föl a ruhája mellé. Ez a Trachtag erről szól országosan is. Én azt gondolom, hogy főleg a mai világban nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a hagyományokat tovább örökítsük ennek a generációnak is, mert a nagyszülők meg dédszülők már nem igazán élnek, ugye már kihaltak, és ezek a gyerekek otthon már nem találkoznak ezekkel a hagyományokkal, tehát fontos az, hogy itt az iskolában akár honismeret órán, mert nálunk ugye a honismeret is a helyi honismeretről szól, tehát a nagymányoki honismeretet tanítjuk, és az egyesületen belül és az iskola keretein belül is minél több ilyen nemzetiségi szokás megismerkedjenek, megtanulják őket. Tehát nálunk például minden nyáron van ugye tánctábor, ami egy ilyen sváb témára épül föl. Tavaly például a lakodalom volt a téma, az idén a farsangi, régi farsangi szokások lesznek a téma, és játékos kereteken belül gyönyörű szépen megtanulják a gyerekek ezeket a régi hagyományokat, és reméljük, hogy tovább is fogják adni őket. Hozzátette, mindenki gyermek szeret beöltözni népviseletbe. A lányoknál a fodros szoknya a kedvenc, a fiúk pedig elsősorban a kalapokért rajonganak. Szeretik nagyon, főleg a kislányok, hát ugye ők ezt nagyon élvezik, a pörgős szoknyát. Mondjuk ami nehézség szerintem, hogy már nagyon kevés ruha lelhető fel a háztartásokban, úgyhogy inkább az jellemző, hogy mi mint egyesület hozunk nekik ruhákat, és akkor azokat fogták felhúzni. Próbálunk minden gyereknek, aki nem tud hozni, annak is ugye egy-egy darabot biztosítani, és igen, fogunk táncot tanulni, májusfát állítani. Mi mint tánccsoport szoktuk ezt tartani, mert ugye van gyerekcsoportunk, mi fogjuk bemutatni nekik, és akkor ők majd megpróbálják megtanulni tőlünk. Továbbá elmondta, eredeti minőségben éppen maradt ruhát nagyon nehéz fellelni. Ennek ellenére igyekeznek mindig hagyományőrzően öltözködni. Egy-két szoknya, egy-két felső, de inkább már ugye ilyen utángyártott ruhák vannak, de az eredetinek megfelelő ruhák. Sajnos a régiek már tönkre mentek, nagyon sok idő eltelt. Hát a fiúknál a kalap szokott, ami egyértelmű szerintem, mert ugye az egy ritkán viselt darab, és azt tetszik nekik. A lányoknál egyértelműen a szoknya, tehát én azt gondolom, hogy azért a kislányokat egy szép pörgős szoknyával meg lehet fogni. Voltak, akik a nagyszülőktől vagy a dédszülőktől kaptak nemzetiségi ruhadarabokat. Akik azonban nem rendelkeztek ilyennel, azoknak az iskola vezetése biztosított. Tikány Nesta és Dávid Sára elmesélte, hogyan néz ki az általuk hordott népviselet. Ma fogjuk állítani fel a májusfát, és ma mindenki beöltözött. Igen, mindenkinek fel kellett valamilyen német ruhát, vagy valami ilyen népviseleti ruhát fel kellett húznunk. Rajtunk ilyen német népviselet. Igen. Szoknya, meg ing, meg mellény, meg kötény. Május fállítással ért véget nagymányokon a Trachtag ünnepsége, ahol minden diák megtalálta a hagyományőrző programok között a kedvencét. Kisebb majális tartottak Váralján is. A parkerdei tavaknál a helyi horgász egyesület szervezett főzéssel és természetesen horgászattal egybekötött szabadtéri programot. Több okuk is volt ünnepelni.
Váralja település végén egy viszonylag keskeny betonút vezet a parkerdő területére. Itt található az a három duzzasztott tó, melyet Hüse Zoltán által vezetett egyesület bérel, hogy azokat karbantartva, halakkal rendszeresen ellátva kínálja horgászatra a sportot kedvelőknek. Ők hívtak meg minket az egyes tóhoz. A Váliai Sporthorgász Egyesületnek a Majá és Váró buliát rendeztük meg. Ez az első ilyen rendezvényünk. Szeretnék ebből egy hagyományt teremteni, hogy minden évben egy ilyen összejeltet, ilyen baráti beszélgetést és jó szabadidő letöltését megfelelő keretek között, illetve megfelelő időben jól érzik magunkat. Mikor megérkeztünk, már a legtöbb szerelék a helyén volt, sok bot várt arra, hogy kapás esetén tulajdonosa azzal beráncson, és büszkén foghassa ki a vágyott halat. Ekkor még nem volt senkinek ilyen szerencséje, de a bográcsban már javában főtt az ebéd. Sajnos a horgászok nem szószátyár emberek, senki sem kívánt kameránk előtt mesélni horgász élményeiről, ezért Hüse Zoltánt faggattam tovább, hogy lesz-e verseny a közeljövőben. Lesz versenyünk ebben az évben, lesz június 4-én az egy házi horgászverseny lesz, illetve lesz augusztus 20-án tervezünk még egy versenyt, az lehetnek vidékiek is, tehát nem egyesített tagoknak is lehet nevezni. Hát itt a parkerdőben nagyon sokan vannak, főleg hétvégén, illetve jó időben, és sokszor több száz ember is kint van. Tehát úgy gondolom, ez a maga a környezet, ez magáért beszél, hogy ahogy kinéz itt minden. Most egyébként ünnepeltek is a horgászok, hiszen az egyesület az elmúlt időszakban két pályázaton is sikeresen szerepelt. A tó karbantartásához szükséges eszközökre és az egyesület adminisztratív működéséhez szükséges informatikai berendezésekre több mint 2 millió forintot nyertek. Hüse Zoltán kamerán kívül elárulta, hogy a parkerdő egy magasan fekvő, eddig eldugott helyén forrás táplál egy kis tavat. Hamarosan visszatérünk, hogy ha abból is ilyen szép horgásztavat varázsolnak, ott is forgathassunk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!